Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Kérem, hallgassák meg Erdélyi Margitot, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatóját. A Szegedi Szakképzési Centrum nem csak középiskolásokkal, hanem a Szegedi Tudományegyetemmel is jó kapcsolatot ápol. Többek között erről is beszélgetünk a főigazgatóval. Hogyan kezdődött az együttműködés a Szegedi Szakképzési Centrum és az egyetem között? Elsősorban a továbbtanulás ügyében kezdtünk el egyeztetni, az okleveles technikus képzés, illetve előtte a kredit transfer ügyében, hogy azok a tudáselemek, amit nálunk megszereznek a diákok a Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiban, technikumi képzésben, azok beszámításra kerüljenek szakirányú végzettség esetén az egyetemi tanulmányokba. Először csak krediteket ismertek el az egyetemen, viszont most már célzottan együttműködés keretében vannak olyan ágazatok, amelyekben teljes szakmát befogadnak. Ez annyit jelent, hogy okleveles technikus képzést tudunk indítani. Ez legalább 50 kredit elismerést jelenti az adott szakon, beszámítást, ugyanis a tanulóink, akik technikumban nálunk vannak, 11-12-be olyan tananyagtartalmat tanulnak, amit az egyetem határoz meg, és a szakirányú felsőoktatási tanulmányokba beszámítható, tulajdonképpen előre megtanulják azokat az anyagokat. Amikor a felvételére kerül sor az egyetemre, akkor az önök által biztosított képzést is beszámítják a felvételi pontszámításnál is? Igen, vannak olyan képzések is, amelyek beszámításra kerülhetnek, aztán vannak olyanok, amelyeknél eleve már a pontszámítással nem is kell vergődni a tanulóknak, hiszen ha okleveles technikus képzésre jelentkezik, akkor automatikusan biztosított a helye az egyetemen, abban az esetben, hogyha megfelelő a szakmai vizsga eredménye, tehát ez 4 egész fölöttit jelent minden esetben, illetve vannak olyan kreditek, amelyekkel növelni tudják az 5 pontszámokat. Milyen képzéseket kínál most a Szegedi Szakképzési Centrum? Több mint 65 szakmát kínálunk, úgyhogy nagyon hosszú lenne felsorolni, de én azokra a szakmákra hegyezném ki elsősorban, amelyek vagy kiegészítik, nagyon jól kiegészítik az egyetemi tanulmányokat, hiszen a hallgatói jogviszony mellett is tanulhatják ezeket a szakmákat a tanulók, vagy eleve valóban pluszpontot jelentenek nekik. Ezek a szoftverfejlesztő, tesztelő, pénzügyi, számviteli ügyintéző, de van, aki gépész területen, elektronika területen tanul tovább, és mondjuk gépészmérnöki karra megy, vagy már ott van, és nagyon jó kiegészítés a mostani tanulmányoknak. Aztán vannak olyan képzések, amelyek az építőiparhoz kapcsolódnak, illetve a szépészet ágazathoz, vegyiparhoz, ezt mindenképpen kiemelném, illetve olyan technikumi képzések, amelyek vízügy, környezetvédelemhez kapcsolódnak, a sportedző szakma, amely a sportágazathoz kapcsolódik és beszámítható, illetve az oktatás ágazat, amelyet az egyetemmel együtt okleveles technikus képzés formában is indítunk. Milyen intézményben vannak jelen ezek a képzések? A Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájában, ebből 9 itt Szegeden, 1 Múrahalmon található, és az ágazatok attól függően, mivel egy profiltisztítás volt, mely ágazatot, az adott iskolában mely ágazatot tanulják, ezek a szakmák az ágazattól függően kerülnek indításra egy-egy szakképzőiskolába itt Szegeden. Milyen bemeneti követelmények vannak a különböző képzésekre? Általában alkalmassági vizsgát kell tenniük, ez orvosi alkalmassági vizsgálatot jelent, ez egy alap bemenet. Hogyha most okleveles technikus képzésről beszélünk, ott természetesen már a beiskolázásnál van egy komoly felvételi, ami szűrést jelent. Ha a 9-eseket nézzük, az ugye általában magyar és matematika tantárgyból szokott lenni. Hogyha a 2 éves közismeret nélküli képzéseket nézzük, akkor azok szaktantárgyakból szoktak megvalósulni. Talán ezen kívül, az alkalmassági vizsgán kívül vannak olyan területek, ahol speciális vizsgálatokra van szükség, akár egy vegyipar tekintetében, vagy mondjuk egy villanyszerelő szakma tekintetében is. Itt a Szegedi Állásbörzén milyen érdeklődés van a standnál? Elsősorban azon egyetemisták, akik már ugye itt tanulnak, vagy éppen végezni fognak, ők azok, akik megnézik, hogy melyek azok a szakmák, amivel a megszerzett diplomát ki tudják egészíteni.
vagyis még piacképesebbé tudják őket tenni, és hát nagyon különböző volt az érdeklődés. Az egyik csoportba azokat tenném, akik a már megszerzett vagy megszerzés alatt álló diplomájukat szakirányba ki akarják egészíteni. Itt például gépészet területéhez kapcsolódó kérdések érkeztek olyanoktól, akik a mérnöki karra járnak, vagy villanyszerelő szakmát akarnak tanulni, vagy ipari informatikusok akarnak lenni. Aztán volt egy másik is, akik pedig azt mondták, hogy ezt tanulják, ebben fognak elhelyezkedni, ők pedig azért keresnek valamilyen szakmát, mert szeretnék ezt az egészet egy kicsit feloldani és mást is csinálni. És nagyon érdekes volt, hogy a GTK-n tanulók szakács szakma iránt érdeklődtek, vagy cukrász, vagy fotográfus szakma iránt, tehát valami mást is szeretnének csinálni. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.